Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizó is, szeptember 26-án. A hold a mai napon az Utara Sarda holdházban található. Ezek a holdházak mutatják a hold napi mozgását. E felett, a holdház felett a Visvadevas uralkodnak. Ezek az indiai mitológiában jelentik az isteni erőt, a teremtést, viszont történt valami, egy átok, és emiatt az átok miatt ezek az istenek hozzánk lekerültek a földre. Itt éltek köztünk, de sikerült visszatérniük az isteni hatalomhoz, az égi hatalomhoz. És ez az a hír, amit most mi ennél a holdháznál figyelembe kell, hogy vegyünk. Ehhez van egy történet a klasszikus görög mitológiából is, és azt most elmesélem nektek, mégpedig az ikrek jegyének a története. Egyszer volt, hol nem volt, egy gyönyörű királynő, Léda. Léda férjnél volt, a férje a spártai király. És Zeus, a felső istenség, beleszeretett Lédába, és mivel tudta, hogy Léda férjes asszony, így Zeus isten átváltozott, mint egy hattyú, és egy hattyúként közeledett Lédához. Természetesen kiderült ez a hamisság. Volt is testi kapcsolat köztük, és Léda terhes lett. Nem csak Zeustól, hanem a férjétől is, és megszülte az ikreket, Kásztort és Póluxot. Kásztor az a királynak a fia, Pólux pedig Zeus istennek a fia. Amikor arra került a sor, hogy Kásztor meghal, akkor Pólux elment az édesapjához, Zeushoz, és mondta, én is szeretnék meghalni, mert nem akarok a testvérem nélkül élni. Erre Zeus azt felelte, nem kell, hogy meghalljatok, én mindkettőtöket felteszlek a csillagképe, az ikrek jegyébe, és így örökké élni fogtok. Ez a mitológiai történet azt jelenti, hogy nekünk van egy lelkünk. És ha meghalunk, a lelkünk eltávolodik a földtől. Viszont megvannak az emlékek, az érzések is, és visszatér a lélek az égi hatalomhoz. Ha mi ezt tudjuk, akkor másképp látjuk a dolgokat. És pontosan ezt mutatja ez a holdház. A mai napon van egy kapcsolat Hold és Merkur bolygó között. Ez egy úgynevezett kvadrát kapcsolat, és ez nehézségekre utal. A kommunikációról van itt szó, és az érzelmeinkről. Vagy nem tudjuk kifejezni azt, amit érzünk, vagy vannak elvárásaink, és a társunk nem nyitott erre a beszélgetésre, az is lehet, hogy kapunk egy hírt, és ez dühít bennünket, szomorúvá tesz, vagy csalódásokhoz vezet, nézeteltérésekhez. És ez volt a mai felvételem, Mizó is, szeptember 26-án. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!